Hello, szia mindenki! Én itt Pörki Perot vagyok, és itt is vagyok az 1.15-ös gyakorló világomban, ahol végre volt időm kipróbálni az új blokkokat, amik az 1.15-ös update-tel, azaz a zümmögő méhecske update-tel érkeztek. Mint látjátok, ez nem valami nagy frissítés, néhány új blokkot kaptunk ugyan, amik építészeti szempontból egészen érdekesek és újszerűek, menjünk is gyorsan végig rajtuk. Az első nem más, mint ez a kaptár blokk, ez egy eléggé tölgyfaszerű blokk, akkor itt van a méh fészek, ez tök jó, szép sárga, valamint itt van a két kedvencem, ez a lép blokk, ami tök jó, egy narancssárga blokk, a méz blokk, valamint ez a méh lép item, amit egy dologra lehet majd használni, ezt a későbbiekben elmondom, legalábbis szerintem ez az egy design van rá, de lehet, hogy ti elő tudtok rukkolni valami újjal. Lássuk a négy palettát, amit összehoztam. Építészként nekem nagyon fontosak a paletták, ugyanis segítenek előre elképzelni, vizualizálni, hogy hogyan fognak majd kinézni az építmények, épületek, amiket csinálok. Az elsőben láthatjuk ezt a fészket, ez egy kopottas, eléggé halovány blokk, egy sárgás, barnás, szürkés, nem is tudom milyen blokk. Az a lényeg, hogy fakó és kopottas. Ezért fakó és kopottas blokkokat választottam hozzá, mint például a szalmabála blokkot, a kiégetett terrakottát, valamint a sima sárga terrakottát. Látjátok, hogy ezek elég jól illeszkednek hozzá. Mondjuk tetőhöz például ezeket el tudom képzelni. A következő néhány oszlopokhoz való blokk, ez a kaptár blokk. Nos, a kaptár blokk, mint mondtam, egy eléggé tölgyszerű blokk, olyan, mint hogyha fadeszkából lett volna összerakva. Ezért ezek a fadeszkák és fák mennek hozzá a leginkább. A következő a méz lép blokk, és ez nagyon érdekes, ugyanis egy kicsit citromsárgás, egy kicsit narancssárgás, ezért egyik sem megy hozzá, és mindegyik megy hozzá. Úgyhogy ezért választottam például a narancssárgás tököt, valamint ezeket az élénk citromsárga színeket. Ezek például falhoz, falakhoz tökéletesek. A következő a méz blokk, amit nem is igazán értek, hogy hogyan kellene felhasználnunk, tehát ez sem falakhoz, sem tetőhöz annyira nem néz ki jól, de azért kitaláltam egy-két dizájnt hozzá, majd a későbbiekben látjátok. Itt van ez az arany blokk, valamint a két sárga blokk, ami eléggé illeszkedik hozzá, ez az agyag, és ez a concrete, azaz beton blokk. Eléggé furcsa hangja van, hogyha kiütöm, meg hogyha lerakom, meg hogyha járkálok rajta. Eléggé fura, és elég undi, hogy őszinte legyek. Na de akkor lássuk is, hogy ezek gyakorlatban hogyan néznek ki. Előre szeretném leszögezni, hogy próbáltam olyan dizájnokkal előrukkolni, amikkel még senki, vagy legalábbis nem láttam ezt YouTube-on. Ugye nyilván ez elkerülhetetlen, ugyanis nagyon sokan már a Snapchat fázisban csináltak ilyen videót, szóval hogyha valamit már láttatok, akkor bocsánat, de remélem, hogy néhány újdonságot is tudok mutatni. Na de vágjunk is bele! Lássuk ezt az oszlop dizájnt, mint mondtam, ez a blokk oszlopokhoz tökéletes, az alapzatra, ugye ezt eddig hordóval meg lehetett csinálni, hogyha fenyőfát raktatok oszlopnak, de most már, hogyha tölgyfát raktok, ilyen hántolt tölgyfát, akkor használhatjátok ezt a kaptár blokkot, ami szerintem tök jól néz ki. A következő eléggé egyértelmű, bár lehet, hogy annyira mégsem, amikor még magyar szervereken játszottam, nagyon sok helyen láttam postaládát a házak előtt, emberek házai előtt. Nem is muszáj rárakni ezt a csapóajtót, ez csak ilyen plusz díszítés. Amúgy ez nem működik úgy, mint a csesztes postaláda, viszont szerintem sokkal szebb, olyan, mintha itt lenne egy kis fiók, amit kihúzhatnátok. Tök jó. A harmadik az ez a szekrény. Akik régóta követik a csatornámat, azok tudják, hogy mostanában sokkal inkább berendezem a házaknak a belsejét, mint régen, és eléggé sok ilyen dizájnra van szükségem, úgyhogy itt van ez az új szekrény blokk. Ezekkel a féllapokkal úgy néz ki, minthogyha ezek ilyen kihúzhatós fiókok lennének. És bocsánat, ez nem szekrény blokk, hanem arra is lehet használni. Ugye ez a kaptár blokk. Tök jól néz ki, és nagyon örülök neki, hogy végre van egy újfajta szekrény, és nem azt a crafting table-ös módszert kell alkalmaznom, amit majd hamarosan megmutatok nektek egy kicsikét arrébb. Újra felhasználjuk ezt a kaptárblokkot, ezt mondjuk kikötőkben tudom elképzelni, ahol gonosz kalózok elrabolnak egzotikus állatokat, és belerakják ezekbe a dobozokba őket. Itt látjátok, ilyen kis szellőző lyukszerűségek is vannak. Itt ugye lehetséges, hogy papagájok vannak ebben. Srácok, nem kell őket kiszabadítanunk? Na jó, talán nincsenek benne papagájok, de el tudom képzelni, hogy mondjuk kikötőkben ez van rakva, vagy pincékben, raktárakba, ilyen helyekre, csesztek mellé.
tök jól néz ki, és nagyon örülök neki, hogy ez a design végre úgymond bekerülhetett a játékba, és nem csak chesteket meg hortókat használhatunk ilyen díszítésre. Lássunk egy olyat, amit nem nagyon szoktam csinálni, ez itt egy western témájú fal. Ide megpróbáltam ezt az újfajta fészek blokkot valahogyan berakni, ugye látjátok, hogy nem előrefelé, hanem így megfordítottam, és így raktam bele. Nagyon szuperül néz ki, és ennek igazából az a lényege, hogy ad egy alapzatot ennek az oszlopnak. Remélem, hogy tudjátok majd használni, és hogy tetszik nektek. Próbáltam ezzel a sárga üveggel kicsit még jobban összeegyeztetni a kettő dizájnt, a kettő szint, szóval szerintem ezt simán lehet használni, akár Survivalben is, mert eléggé olcsó anyag ez a blokk. Lássuk, hogy mire lehet még használni, innen jönnek az abszolút kedvenceim, szóval itt nagyon figyeljetek. Jöhet ez a hálószoba design, ugyanis itt a falra használtam ezt a bínesztet, ezt a méh fészket, és most ugye nem ez a csodás kis lámpás, valamint a szekrény a helynek a sztárjai, hanem a fal, ami úgy néz ki, mintha egy sárga tapétával lenne befedve. Látjátok, ez olyan, mintha ez a tapéta ismételni önmagát, a mintája ismételni önmagát. Tök jó, ez egy sárga blokk, eléggé fakó, és ez egy hálószoba, szóval szerintem alvásra tökéletes, tök menő, és remélem, hogy tudjátok majd használni. Valamint itt azért elleshettek még egy-két másfajta dizájnt is, de mégiscsak a fal ennek a sztárja. A következő pedig legyen egy pince, egy raktár, valamint sörszoba. Nem is tudom, hogy ti mire használnátok, viszont itt abszolút a falakat kell megnézni. Végre van egy ilyen mélysárga blokk a játékban, ugyanis eddig nem nagyon volt, és én ezt sajnáltam, ugyanis nagyon szeretem a mélysárga színt. A sima citromsárgát is, de a mélysárgát annál jobban. Eddig egyedül ez a tök blokk volt, viszont most már végre itt van ez a mézes lép, vagy méh lép blokk, és ezek nagyon jól illeszkednek egymáshoz, és én ezzel csináltam meg a falat. Itt van egy kis méz, néhány hordó, szóval ez akár lehet egy raktár, ahol a cuccaitokat tároljátok, rengeteg cuccot, mindenfélét, amit összegyűjtetek a Survival világba, vagy lehet csak akár egy sima pince, amit díszítésként építetek, de akár lehet együtt a kettő, mint például itt, ugye a praktika, valamint a szépség azért itt elég szépen egybevág. Na jó, oké, de mi van, hogyha a középkori séta után megéhezik a középkori család, hát akkor középkori ebédel egyet, és ugyan a gófri nem egy középkori kaja, étel, de mégis ezek a blokkok tökéletesek gófrira is, és itt például lehetne használni azt a mézes lép itemet, ami bekerült, ugye amit ott az elején még mondtam. Szerintem szuper, tök jól néz ki, ez egy újfajta design, ezzel ugye itt az item frame-ekkel, eszközkeretekkel úgy lehet tenni, mint hogyha tányérak lennének, és itt lenne néhány gófri. Szóval itt akár az asztal dizájnt is elleshetitek, én nem szoktam ilyen nagy asztalokat csinálni, de ti biztosan, vagyis hát simán lehetséges, úgyhogy arra rakhattok néhány gófrit. Szóval jó szórakozást ennek a megépítéséhez. És végül az utolsó kettő, ezeket nagyon-nagyon szeretem, ez kettő hordó design. Itt van ez a sörös hordó design, ugye nyilván megéhezünk, megszomjazunk a nagy sétában, már ettünk, akkor most ígyunk is, ugyanis itt van a sör, igen, ez a blokk teljesen úgy néz ki, mintha gyönyörű szépen habzó és hullámzó sör lenne ebben a hordóban. Nagyon jó, nagyon szuper, és biztosan sokan tudjátok majd használni, akár kocsmáknál, vagy akár minél, ahol csak szeretnétek, akár csinálhatjátok ilyen felnyithatósra is a hordót, és íme itt van benne a sör. Szuper! És végül az utolsó, ezek a mézes hordók, ezeket mondjuk méhészházaknál, ilyesmiknél, nagy méhészeteknél tudom elképzelni, biztosan vannak páran a nézőim közül, akik fognak ilyeneket csinálni. Ezek a mézes hordók nagyon-nagyon jól néznek ki, nagyon praktikusak, és látjátok, hogy van egy ilyen furcsa folyadék a mézblokknak a tetején, vagyis hát egy ilyen folyadékszerű, ami ténylegesen olyanná teszi, mintha olyan lenne, mint egy víz, folyékony lenne, itt az alján le van ülepedve a sűrűje, a cukor, akkor itt pedig, itt van a méheknek ugye a nyálacskája. Nagyon szuper, és szerintem ez az egyik legjobb hordó dizájn, amit találhattok. Valamint ez a sörös hordó is elég
epic, de nyugodtan használjátok az összeset, és remélem, hogy tudtam nektek valami újdonságot mutatni. Annyira furcsa, hogy nem tudok most ráközelíteni az arcomra, ugyanis nincsen Optifine, és ezért nincsen shader sem, de remélem, hogy ettől függetlenül élvezhető volt a videó. Mindenképpen a Discord szerveremre csatlakozzatok, hogyha megépítitek bármelyiket ezek közül, osszátok meg velem, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Lájkoljátok ezt a videót, hogyha tetszett, valamint iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek. Legközelebb találkozunk, én Pörki Perot voltam. Sziasztok!